Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Soproni Tamás, nehéz korán reggel beszélni, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt. 6. kerület polgármestere. Nem a műfűről kérdezem, mert az időjárás biztos még nem tette lehetővé, amit ígért, hogy majd feltöri a betont, és fák, és zöld lesz. Nézzük azt, hogy kísérjük pontosan, hogy mit sikerült tennie, hogy birkózik meg a pandémiával, a járvánnyal, akkor, amikor az emberek már egy kicsit elegük volt a járványból. Hát nem hiába támogattam én is azt a javaslatot, és álltam elő azzal, hogy valamiféle ésszerű, óvatos nyitást szükséges, hogy meglépjen a kormány. Én azt gondolom, hogy az, hogy fél hétkor mondjuk tömegek vannak a boltokban, és tényleg hering zsúfoltságot láthatunk, az mondjuk lehet, hogy megoldaná azt, hogy kicsit kitolnánk a boltok nyitatartását, kitolnánk a kijárási korlátozásnak az időtartamát, és este 10-től lenne mondjuk egy ilyen, és 9-től zárnának a boltok. Revideálni kéne a kormánynak a járványkezelését. A vendéglátóhelyekre ugyanez igaz. Az, hogy teraszokon nem lehet leülni egymástól néhány méterre. Ugye a miniszterelnök úr telefonszámát már megadhatjuk. Ha megvan, én megköszönöm, én szívesen küldök neki egy SMS-t, hogyha azt követi, hogy milyen, hogy mondjam, tényleg az észszerűség határaim belül, de újra kell gondolnunk azokat a korlátozásokat, amiket meghoztunk. Változik egyrésztről a járványhelyzet is, és ebben a miniszterelnök is most tanul bele, hát ő sem találkozott még világjárvánnyal, ahogy a mi sem természetesen, hát, és nem baj az, hogyha valaki korrigál. Ő ugyan önnél 2-3 évvel idősebb, de hol találkozott volna világjárvánnyal? Pontosan, úgyhogy egy az érdekünk szerintem a kormánnyal, és itt nincsenek pártok. Az érdek, hogy egy, ne halljanak meg magyar emberek a járvány miatt, kettő, viszont ne halljanak meg magyar emberek, és most ezt szó szerint értem, amiatt a válságkezelés miatt sem, amiatt rengetegen vesztették el a munkájukat. Gondoljon bele abba, hogy azok az emberek, akik a téli depresszióra hajlamosak, őnekik milyen lehet ez a bezártság, ami most van. Vagy azok a gyerekek, akik most egy-másfél évig kimaradnak a szocializációból. Nem tudjuk, hogy fog rájuk. De ezt még sem lehet a kormánypárt nyakába varni. Hát ők feltételezem ugyanolyan magyar állampolgárok, ugyanolyan nemzeti érdekük van, mint önnek, vagy nekem, vagy mindenki másnak. Tehát ez nem direkt történik. Nem. Én soha nem vonnám kétségbe, ellentétben egyébként sajnos a kormánypárttal azt, hogy valaki a nemzet érdekében dolgozik. Szerintem Orbán Viktor is ezt teszi, és én is ezt teszem. A baj az, hogy ő azt mondja, hogy én nem valószínűleg. Nem biztos, mert hallottam már személy szerint hát azt mondani, hogy a pártomat bizony. Na de hát, hogyha jól értem, akkor ön azon polgármesterek közé tartozik, aki lemondott az egyéb tisztségeiről, mert kerületet vezet. Valóban nekem más tisztségem a pártomban nincs. Mert például a 7. kerületben az egyik alpolgármester a Momentum vezetőségi tagja. Akkor hogy jut neki ideje a kerületre? Azt gondolom, hogy mindenki attól függően, hogy ő hogyan tudja ellátni a feladatait, be tudja ezt osztani. Nyilván egy polgármesternek azért jó van a jó tehetnek. Nem kéne az ön nyomait követni, hogy a kerületekbe, a városokba ne a nagy, országos nagy politika, nem a helyi politika győzzön, tehát az embereknek a maximális védése, segítsége? Abszolút egyetértek azzal, hogy a helyi politika arra is szolgál, és ez a legszebb benne, amit én nagyon szeretek, hogy kinyissuk a füleinket, és nagyon közel van a fülünk az emberekhez. Én most, ugye a járványhelyzet most már megengedi, hogy maszkban, de február 23-án megint fogadó napot tartsak. Én minden hónapban tartok egy ilyet, reggel 9-től este 6 óráig jönnek be a terézvárosiak, negyed óránként. Tehát akkor egy siratófallá válik, és mindenki elsírja. Van már olyan is, aki valami pozitívat mondott, vagy azok nem jönnek el? Igen, volt olyan is, és én nyilván kifejezetten buzdítom is az embereket, hogy nyugodtan jöjjenek be, hogyha meg akarják ismerni a polgármestert, mert ez egy közelebbi kapcsolat. Volt, aki azt mondta egyébként, hogy ő nem hitte volna, ő a polgármester asszonyra szavazott még 2019. októberében, de nem hitte volna, hogy lehet egészen másképp csinálni és jobban. Ez nyilván jól esik, de nem ez itt a lényeg. Az a lényeg, amikor problémákkal jönnek oda az emberek, mert megmondom őszintén, én nyilván 34 éves fiatal férfiként nem minden problémát látok, amit mondjuk egy 70 éves nyugdíjas lát a kerületben, és mondja el nekem, hogy ő szeretne a Podmanicki utcára ide és ide egy padot. Mert az egy fontos visszajelzés. Úgy nagyon sokan jönnek problémákkal, amiket mindig megpróbálunk orvosolni, nyilván a szakértő kollégák bevonásával. Ez mind rendben van, de honnét tudja egy kerületi polgár, vagy egy kisváros polgára, hogy
mi az ön foltja, mi az, amit ön kell rendbe tegyen, és mi az, amit a főváros rendbe tegyen. Mert hogyha a 6. kerületben nem kapok taxit, vagy nem találok parkolóhelyet, vagy mindenféle problémám, vagy éppen szembe jönnek velem a patkányok a kerületi bizonyos részein, az nem biztos, hogy az ön foltja. Ugyanakkor ezt én nem tudom, mert azt mondom, hogy a 6. kerületben vagyok, na hol van ez a momentumos polgármester, miért nem csinál itt rendet? És ez teljesen jogos. Én azt gondolom, hogy nem várhatjuk el az emberektől, hogy tudják, hogy hol van a fővárosi közigazgatási területnek a határa, és hol ki. Nekem az a feladatom, hogy ezt meghallgassam, és vagy A, én meg tudom oldani a problémát, B, addig verem a fővárosi vezetők fejét, addig kopogtatom, amíg meg nem oldják ők a problémát. De mondok egy példát. Mi például most ugye leszereltek az FKF a kormányzati elvonások miatt rengeteg ilyen zöld kukát, amik a sarkokon vannak. Mi ezt most idén pótolni fogjuk. Azért, mert ezt valakinek ki is kell üríteni. Ezt mi fogjuk kifizetni, és mi fogjuk üríteni is természetesen, üzemeltetni is, igen. Ennek az üzemeltetése nagyjából, amit mi pótlunk, az 14 millió forint évente. A kukák kihelyezése... De miért szerelték le? Nem lett volna egyszerűbb nekik odaadni a pénzt, és akkor nem szerelték volna le? Nézd, az FKF az szörnyű helyzetben van. Tehát olyan döntéseket kellett meghozni, és tényleg itt az a szomorú helyzet, hogy egyrészt van a járvány, ami támad mindenkit. De az, és ebben nagyon határozott szeretnék lenni, az, hogy a kormány nem együttműködik, holott mi egyébként nyújtjuk a kezünket, működjünk együtt a járvány leküzdésében és a gazdasági válság leküzdésében, hanem ha a kormány ehelyett az önkormányzatokat támadja, ez elfogadhatatlan. És sajnos a főváros támadja leginkább. Nekünk nagyjából ugye tavaly 3 milliárd forint esik ki, a főváros ehhez képest összehasonlíthatatlan rosszabb állapotban van. Na de a főváros azért, legyünk őszinték, ha már a fővárosnál tartunk, itt van a Híd Sztori, itt vannak az autóbuszok, de ami a legfájóbb, Magyarország egyik büszkesége volt, és több mint 100 éves múltja volt a Főkertnek. És tulajdonképpen én emlékszem még gyerekkoromban, hogy milyen szép volt az a körforgalom ott az alagút előtt, tök mindegy, hogy a virágokból vörös csillag vagy egy petúnia jött ki. Ez a város élhető volt, tele virágokkal, zöldekkel. Miért kell ezt most így nagyjából átalakítani? Mi lesz ezzel a sok szakemberrel? Ha most ezek pályát kell változtassanak, nem lesz több kertészünk. Isten ments, hogy ezek az emberek elmenjenek a fővárostól. Egy dolog történik. Egyébként osztrák mintára, bécsi mintára, a bécsi Stadtwerke mintájára. Ezek a közmű szolgáltatók össze lesznek vonva egy cégbe. Ennek az az előnye, hogy gondoljon bele, hogy nyilván minden cégben vannak pénzügyesek, minden cégben vannak marketingesek, minden cégben vannak jogi segítségnyújtók. Tehát ezek a cégek egy-egy főosztályá alakulnak. Divízióká, pontosan. Tehát a Főkert megtartja a nevét, és divízió alakul, senki nem lesz kirúgva, aki konkrétan a virágok ágyásával foglalkozik, vagy a virágújtással. Tehát nem a szakembereket, hanem inkább a különböző beosztású vezetőktől szabadulnak meg. Így van, így van. Ez már így megnyugtató. Ezzel milliárdokat lehet spórolni, és erre nyilván egyébként akkor is szükség lenne, ha nem lennének elvonások, de így mindenképpen. Mi lesz azokkal az emberekkel, akik így az utcára kerülnek, mert itt több száz ember kerül az utcára, akkor is a könyvelő, akkor is a vezérigazgató ember. Családja van, el kell tartsa őket. Én azt is gondolom egyébként, hogy ebben a járványhelyzetben az államnak, tehát a kormánynak, a főpolgármesteri hivatalnak, nekünk az a feladatunk, hogy megtartsuk az embereket. És éppen ezért például, amikor a budapesti gyógyfürdőket, amiknek a bevétele ugye hát nagyjából nullára csökkent a járvány. Az ön kerületében van is egy pár. Gyógyfürdő, ha nincs is, de közel van hozzá a Széchenyi fürdő. Igen. Például. Ahogy csak közel van, de itt gyorsan kiigazítottam a határokat. Majdnem adtam önnek egy gyógyfürdőt. A Városligetet mi átveszünk szívesen. Parkolót kaptak a Városligetből, nem? Igen, az ugye a 7. kerületet inkább segíti, mert kicsit távolabb van. Meg a 14-et, igen. A mieink valószínűleg kevésbé veszik ezt igénybe. De azt gondolom, hogy minden egyes ilyen esetőségnél, amikor sajnos emberektől meg kell válni, akkor inkább azt kell felajánlani nekik, hogy más céghez, más beosztásban nem tudnak-e munkát vállalni. Mi nem engedhetjük el az emberek kezét, ez az állam feladata szerintem ebben a helyzetben. És hadd mondjak még egy példát, bocsánat, engem rendkívül felháborít az, amikor magáncégek például, így például hallani a különböző nagy bevásárlóközpontokról, nem adnak bérleti díj kedvezményt az üzleteknek. Ilyen volt például most pont a keleti mellett egy vásárlóközpontban. De hát kormányrendelet van, hogy... Az csak az önkormányzatok és az állami szervek. Tehát mi amúgy is megadtuk ezt a 100%-os kedvezményt adunk egyébként. Hát akkor mi nem lázadnak föl a bérlők, és akkor azt mondják, hogy elmentünk, keressenek újat maguknak.
Hát nézze, nyilvánvalóan itt összeállnak, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz folyamat az, hogyha a piac nem reagál erre megfelelően. Mi, mint önkormányzat egyébként nem csak a bérleti díjat engedjük el májusig 100%-ban és évvégéig 50%-ban, hanem a terasz engedélyt is, mi 100%-ban nyár végéig elengedtük. Erre ugye a kormány nem kért minket. Ha jól tudom, a 7. kerület az nem engedte el, ők csak olcsóbbá tették. Nyilván más pénzügyi helyzet is lehet, ebben én nem látok rá nyilván a 7. kerület költségvetésére különösebben. Nem akartam számon kérni, mert a 7. kerület elég magának, önnek a 6. kerület. Elég nekem, igen. Tudja-e tartani tovább azokat a támogatásokat, amik rendkívüliek voltak, és szemet szúrtak, és emberek mondták, hogy hű, én is oda költözöm. Mik voltak ezek a fiataloknak, ami rendhagyó volt? A Terézváros Mellédál program is marad, tehát ami kifejezetten a járvány kezelésére szolgál, ez az albérleti díjtámogatás, krízis támogatás, állásvesztési támogatás, de emellett a fiataloknak is vezettünk be támogatásokat, így például, ez nyilván csak egy kis kedvesség, de eddig senki nem gondolt azokra, akik éppen nagykorúvá válnak Terézvárosban, mi pedig adunk nekik egy utalványt, amivel vásárolhatnak maguknak. Erről már beszéltünk, egyszer már érintettük azt a kérdést, hogy mi történik, majdnem minden kerületnek hatalmas lakásbankja van, amit lakásnak hívunk, de nem biztos, hogy emberi laktatásra alkalmas. Mi történik önöknél, kezdik ezeket felújítani és a fiataloknak, vagy cserelakásra használni? Azt gondolom, hogy unikális az, amit mi csinálunk. Valószínűleg nem csak Terézvárosban, nem csak Budapesten, hanem az országban is. Ugyanis alapvetően az a önkormányzatok azt utat választják, hogy vannak lerobbant lakások, ezt odaadják, kiadják bérbe, és azzal, hogy fel kell újítani a bérlőnek. Na most ez ahhoz vezet, hogy itt rossz minőségű felújítások lesznek, nem növelődik így az értéke az ingatlannak. Sőt. Viszont cserébe a szociális bérlők nyilván nem tudják igazán kifizetni ezt. Ezek milliós összegek. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy saját erőforrásból felújítjuk, és nem azt várjuk el a bérlőinktől, hogy ők újítsák fel, viszont azt nagyon szigorúan ellenőrizik, hogy milyen állapotban adják vissza. Tehát mi most idén például 20-néhány lakást fogunk felújítani, ebből szociális lakás és szolgálati lakás is lesz. Igen, de hát 24 lakás azért még nem csinált tavaszt. Nem, hát tavaly is nyilván, tavaly 15-öt újítottunk fel, és minden évben szeretnénk 20x-et, 30-at, emellett pedig felújítjuk az Aradi utca 22-t, ami viszont egy azt hiszem, hogy a kb. 60 lakásos bérház, ez 1 milliárd forintos kiadás egyébként, egy hatalmas bérház, gyönyörű szetett szíjas homlokzattal. A Vörösmarty utca 47/B-ben kialakítunk egy új 30 lakást körülbelül, úgyhogy dolgozunk ezen természetesen. Köszönöm, hogy itt volt, és mielőbb visszavárjuk, hogy országvilág tudja, hogy Budapest kerületében azért nem áll meg az élet, és vannak kerületek, ahol nem biztos, hogy csak politizálnak, hanem megpróbálnak az emberekért is tenni valami. Természetesen a negatív élményeinket is számon kérjük önön, tehát ne felejts el, hogy az Andrássy úton az Operával szemben még mindig négy lábúakról hangálnak. Kérje meg a főpolgármestert, hogy gondoskodjon, vagy valaki, akinek erre kell. Előzetesek, és jövünk vissza, tartsanak velünk. We'll be right back.